nagyon úgy tűnik, hogy ez a szövetség igazából nem a városért jött létre, hanem a koncon való osztozkodásra. És úgy tűnik, nem mindenkinek jut ebből, reagált a pécsi baloldali városvezető koalíció létszámának újabb csökkenésére a polgári oldal képviselője. Kővári János szerint vannak olyan tisztességes baloldali képviselők is, akik nem arra esküdtek fel, amit most követelnek tőlük. Ők fogalmazták meg egy éve 12 pontban, hogy jogszerűtlen és tisztességtelen a városvezetés működése. Erre a polgármester azzal reagált, hogy kinevezette egy harmadik alpolgármestert, és az egyik alpolgármestert, aki belemelte szavát, azt pedig ugye gyakorlatilag ellehetetlenítették. Most azt látjuk, hogy nem áll meg ez a sorvadás, hiszen most már az ötödik képviselő lép ki a Szivárvány koalícióból, és úgy látjuk, hogy ennek még nincs vége. Süllyedő hajóhoz hasonlította a városvezető koalíciót egy másik képviselő. Barkóczi Csaba szerint egymás után menekülnek ebből a kényszerszövetségből a képviselők. Jó példa Pécs arra, hogy mi történik akkor, hogyha a baloldal hatalomra kerül, mondjuk akár országosan is, hiszen abban a pillanatban, hogy megkaparintják az erőforrásokat, megkaparintják a pozíciókat és a hatalmat, nem azzal lesznek elfoglalva, hogy azt az adott közösséget szolgálják, akik őket megválasztották, hanem az egymással való viszálykodás, torzsalkodás és a hatalmi harcok azok, amik kitöltik az idejüket, energiájukat, és közben pedig Pécs pusztul le. Hát ettől kell megóvni a Magyarországot is április 3-án. A napokban Hencsei Zsolt jobbikos önkormányzati képviselő közölte a Facebookon, hogy függetlenként folytatja munkáját a pécsi közgyűlésben. Hogy miért lépett ki a Jobbik frakcióból, a sajtónak erre csak azt mondta, nem volt meg az összhang. Korábban a három momentumos képviselőt penderítette ki a városvezetés a döntéshozásból. Illetve alázta meg a nyilvánosság előtt és vette el alpolgármesteri posztját Bognár Szilviának.